nyirokrendszer. Ezt a szennyvíz csatornát elsősorban ez a glutén nevű fehérje, tehát a fehér lisztnek a csiriszt tartalma, a ragasztóanyag tartalma tömi el. És hogyha picit átgondoljuk, hogy tényleg milyen nagyon sok lisztes dolgot fogyasztunk, akkor bizonyságot szerzünk, hogy hoppá, lehet ebben valami. A fehér liszt kiváltásának lehetősége élőr tartott háziasszonyoknak és hivatásos szakácsnőknek előadás Szűcs Sándorné. Olyan termékek készültek, melyek mindennaposak a háztartások asztalán, csak éppen most fehér liszt felhasználása nélkül. A faluban régóta zajlik a gyerekek egészségre nevelése, most a felnőtteken volt a sor. Természetgyógyászként is dolgozom a faluban, és a felnőttek is ugyanolyan fontos szerepet töltenek be, mint a gyerekek. A mai program viszont mégiscsak inkább a gyerekekhez kapcsolódik, illetve a menőmenzának talán egy picit a folytatása. Ugye 2 éven keresztül nagyon-nagyon sok programot csináltunk a gyerekeknek, a gyerekek egészségének megőrzése céljából. Felmerült a gluténmentes étkezés, illetve a gluténmentes főzés igénye a nagyon sok ételallergiás gyermek miatt. Most azért vagyunk itt, hogy ők is egy kis tapasztalatot szerezzenek a gluténmentes, viszonylag könnyű, könnyen főzhető ételek ügyében. Egy olyan lehetőséget szeretnénk megmutatni, hogy bátran nyúljanak hozzá a gluténmentes lisztekhez. A gluténmentes főzés nem azt jelenti, hogy a fehér lisztet, a búzalisztet helyettesítem kukorica vagy rizslisztel. Mert ha ilyen egyszerű volna, akkor könnyen meg tudnánk valósítani. Itt a probléma az, hogyha csak egyszerűen helyettesítjük valamilyen gluténmentes liszttel, akkor szinte ehetetlen lesz, tehát az élvezeti értéke nagy mértékben csökken. Első dolgunk, hogy fogjuk a kis edényünket, és pontosan mérjük, amit a Janka mond. Még egyszer, Janka. 250 g világosból kenyérlisztkeverék. Jó, kimérjük a 250 g lisztkeveréket, amiben benne van minden hozzávaló. Tovább, Janka? 3 g szafír reform himalájasó. Himalájasó, egy kis kanalat kérünk szépen, lányok, ha tudtok adni. Igen, egy kis teás, kávés kanal. Jó, tehát megvan a lisztkeverék, amiben minden hozzávaló megvan. Hozzátesszük a sót. Aztán a recept nem írja, de én hozzá szoktam tenni magkeveréket, mert hogy ugye ettől finomabb lesz. A háziasszonyok közül többen érdeklődtek az egészséges táplálkozás részletei irányt. Szűcs Sándorné azt mondja, nem bonyolultabb egy gluténmentes ételt elkészíteni, mint a hagyományosan megszokott receptek alapján. Én mindenkinek azt mondom, hogy ne fogadja el, ne higgy el azt, amit mondok, hanem szerezzen tapasztalatot. Óriási nagy probléma az egészség megőrzése szempontjából az, hogy rengeteg a szénhidrát fogyasztás. Nagyon-nagyon megemelkedett az emberek szénhidrát fogyasztása, a fehér kenyerek, ezek a puha kenyerek, aztán a puha péksütemények nagy problémát jelentenek az emésztés szempontjából. Rettenetesen sok az allergiás, az ételallergiás, a bőr problémás ember. És bizonyos betegségek nem oldhatók meg a gluténmentesség nélkül. Ma kizárólag péksüteményekkel fogunk foglalkozni. Gluténmentes kenyereket sütünk kétféle variációban, hajdinásat, illetve világosat, zsemlét készítünk, kifliket készítünk, aztán a magyarok nagy kedvencét, a lángost, azt is lehet gluténmentesen nagyon finoman, ezen kívül készítünk még fonott kalácsot, és vagy pizzát, vagy langallót.